tanyafejlesztési program. Térfigyelő kamerákat telepít, és a Perényi tanyán lévő közösségi házat fejleszti a Vásárosneményi önkormányzat az elnyert 5 milliós támogatásból. Krízis időszak. November 1-én kezdődött a fedél nélküliek téli ellátása. Az országban idén 1500-zal több férőhelyet biztosítanak a hajléktalanok számára. Keresztféléves képzés. November 15-ig online, azaz e-felvételin keresztül nyújthatják be jelentkezéseiket az érintettek. Térfigyelő kamerákat telepít, és a Perényi tanyán lévő közösségi ház részére háztartási eszközöket szerez be a Vásárosneményi önkormányzat pályázati forrásból. Ugyanis több címen közel 5,2 millió forintot nyert az idei tanyafejlesztési programban. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Az országos keretösszeg 730 millió forint volt, amelyből 200 milliót tanyagazdaságok eszközbeszerzésére írtak ki. Terepszemlén a tanyagondnok a Vásárosnaményi Perényi tanyán. Kis András minden nap megfordul a városnak ezen a részén és segíti az itt élőket. Az idősebbeknek gyógyszert irat fel, bevásárol és hivatalos ügyeik intézésében is segítséget nyújt. A tanyagondnoki szolgáltatást fontosnak tartja a Vásárosnaményi önkormányzat, mert hogy a településnek ezen a külső részén több mint 200-an laknak. A tanyagondnoki szolgálattal egyfajta köldögzsinórként működünk, tehát összekötjük a városi élet mindennapjait, a tanyán élők mindennapjaival, hogyha kell, akkor a bejutásokat is segítjük a meglévő buszunkkal, illetve olyan programokat is kiviszünk a tanyára, amelyek ezen szolgálat nélkül nem működhetnének. A tanyagondnoki szolgálat fejlesztésére közel 1,8 millió forintot fordíthatnak Vásárosnaményban, a tanyák vagyonbiztonságát pedig térfigyelő kamerák telepítésével biztosíthatják, amire 4,4 millió forintot nyert a város az idei tanyafejlesztési programban. Nagyon szeretnénk azt, hogyha a tanyákon ezáltal meg tudnánk előzni a lopásokat, az illegális megjelenéseket, ezáltal látnánk, hogy esetleg idegen arcok tűnnek föl a város külső részén a Perényi tanyán. Épp ezért ennek a 9 kamerának, amelyet nyertünk tartozékaival, tehát oszlopokkal, hálózatkiépítéssel, számítógépes háttérrel, bízom benne, hogy preventív szerepe lesz majd. A nyertesek megkezdhetik a megvalósítást, beszerzést, illetve a beruházásokat, nem kell, hogy megvárják a szerződéskötést. 2017. áprilisig be kell fejezni a programot. 2011-ben indult a tanyafejlesztési program kizárólag hazai forrásból, azóta több mint 8 milliárd forint jutott nem csak szolgáltatásfejlesztésre, hanem tanyagazdaságok támogatására is. Idén 725 millió forintos keretösszeggel hirdette meg a pályázatot a minisztérium. Az Európai Uniós pályázati rendszernél jóval egyszerűbb adminisztrációs rendszerben bonyolítjuk le. A terület az hasonló, mint az elmúlt években, tehát 6 alföldi megyéből lehetett pályázatot benyújtani, illetve Pest megye délkeleti járásaiból, összesen 724 településről. 2011 óta a 6 kiírás során közel 1700 pályázat részesült pozitív támogatási döntésben, több mint 8,1 milliárd forint értékben. A tanyán élők gazdálkodnak, itt a Perényi részen is vannak almáskertek és szántóföldi növénytermesztéssel is foglalkoznak. Egyébként az idei tanyafejlesztési programban 200 millió forintot nyújtottak a gazdaságok számára is. A pályázatot jövőre is kiírják, a jelenlegi 730 milliós keretet emelhetik is. Megelőzés, ellátás és visszavezetés a társadalomba. Ez a három célja a magyar kormány hajléktalanügyi politikájának, közölte a szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár. November 1-én kezdődött a fedél nélküliek téli ellátása. Az országban idén 1500-zal több férőhelyet biztosítanak számukra. A krízis időszakban naponta 200 adag ebédet is kioszt az Oltalom Szeretett Szolgálat Nyíregyházán. Nappali melegedő reggel 8-tól délután 4-ig, éjjeli menedékhely 4-től reggel 8-ig. Az Oltalom Szeretett Szolgálat folyamatosan működik. A téli krízis időszakban naponta akár 200 adag ebédet is kiosztanak itt a hajléktalanoknak. A szervezet idén 3 pályázatot is nyert a kiadásokra. Az egyik az egy
egészségügyi ellátást. 15 főnek lábadozót tudunk az éjjeli menedékhelyen működtetni. Ez azt jelenti, hogy olyan embereket, ellátottakat, akik az utcán már nehezen mozognak, tehát az egészségi állapotuk ezt indokoltá teszi, ők bent maradhatnak az éjjeli menedékhelyen, és a krízis időszakban nappal is ott tartózkodhatnak, és egészségügyi ellátást és teljes ellátást biztosítunk a számukra. Ezt a pályázatot nyertük meg. A másik, hogy hétvégén az éjjeli menedékhelyen hideg élelmet tudunk osztani, ami azt jelenti, hogy a hideg alatt az egészségi állapotuk ne romoljon, és egy folyamatban van, még megnyertük, de még most nem tud indulni, ez pedig az, hogy az éjjeli menedékhelyen meleg vacsorát is fogunk tudni osztani az előttünk lévő időben. November 1-től kezdődött a hajléktalanok téli ellátása, amely jövő tavaszig tart. Ebben az időszakban az országos 9500 férőhely mintegy 11100-ra nő. Ezek fenntartása körülbelül 9 milliárd forintba kerül. A szociális biztonság alapja a lakhatás, ezért is növelték országszerte 1500-al a férőhelyek számát. A kiírt pályázatoknál idén azt is figyelembe vették, hogy a hajléktalan ügyi politikának három fontos eleme van. Az egyik az a prevenció, a megelőzés, az a hajléktalanná válásnak a megelőzése, azonnak az utaknak az elzárása, ami a társadalomban a hajléktalanná válást elő tudja idézni. Azt gondoljuk, hogy ez egyik fontos feladata a kormányzatnak, hogy folyamatosan ezeket a hajléktalanná válási csatornákat eltömítse, elzárja, szűkítse. A másik fontos feladat, hogy aki viszont hajléktalanná lett, annak ne kelljen az utcán közterületen éjszakáznia. A harmadik lépés a fedél nélküliségből kivezető lehetőségeket megnyitni, azaz a reszocializáció. Ehhez civil és karitatív szervezetek, egyházak, valamint az önkormányzatok támogatása is elengedhetetlen. November 15-ig lehet jelentkezni keresztféléves képzésekre. Térségünkben két felsőoktatási intézmény van, a Debreceni Egyetem egészségügyi kara, amely nem hirdetett februárban induló képzést, a Nyíregyházi Egyetemnél pedig csak egy önköltséges alapszakra lehet jelentkezni. Az intézmény az egyik legkedveltebb szakot, a gazdálkodási és menedzsmentet hirdeti. A felvételizők most is online, azaz e-felvételén keresztül nyújthatják be jelentkezéseiket. Ez a Nyíregyházi Egyetem, Szabolcs-Szatmár Bereg megye egyik oktatási, tudományos és kulturális központja. Jelenleg mintegy 4100 hallgató tanul itt, 14 intézet többek között alap- és mesterképzései közül választhatnak az érdeklődők, akik most keresztféléves képzésre is jelentkezhetnek. Képzésre és nem képzésekre, hiszen az egyetem 3 év kihagyás után újraindít felvételit keresztfélévre, ám csak egy alapszakon. Ez az önköltséges gazdálkodási és menedzsment. Azért is érdemes erre a szakra odafigyelni, mert új specializációkkal bővül, tehát minden olyan specializációt, amelyet a képzési követelmények megengednek, a Nyíregyházi Egyetem elindít. Mi ez az új specializáció? Pénzügy számviteli specializáció, ami a korábbi években nem volt, de természetesen ez a jelentkezőket még kevésbé érinti, hiszen a specializáció választása az majd a 3. fél évtől következik. Én arra hívom föl mindenkinek a figyelmét, hogy nézze a felvi.hu-n a jelentkezési lehetőségeket, és hát mi korábban nem, az idén hozzánk is lehet jelentkezni. Térségünkben a Nyíregyházi Egyetem mellett még egy felsőoktatási intézmény van. A Debreceni Egyetem egészségügyi kara nem hirdetett februárban induló képzést. A felvételizők a keresztféléves képzésekre most is online, azaz e-felvételin keresztül nyújthatják be jelentkezéseiket. Péntektől 2 forinttal csökkenti a MOL a 95-ös benzin árát, a gázolaj ár 3 forinttal csökken, értesült piaci forrásból az MTI. Az üzemanyag árak változását követően az átlagos literenkénti benzinár 347, a gázolajár 360 forint körül alakul a magyar kutakon. A benzin ára 2012. április közepén érte el csúcsát, akkor 1 liter átlagosan 454 forintba került. A gázolaj 2012. január közepén volt a legdrágább, átlagosan 449 forintért adták a dízel üzemanyag literjét.
Útfelújítás, parkoló építés, járda felújítás Máté Szalkán. Az önkormányzat a Start közmunkaprogram segítségével újította fel a belváros egy részét. A második ütem közel 40 millió forintos forrásból valósult meg. Épül-szépül Máté Szalka belvárosa. A Szatmári Alapfokú Művészeti Iskola tavalyi energetikai felújítása után most az intézmény előtti tér, a járda, a parkolók is megújultak. A beruházás ezeken kívül még két programelemet tartalmazott. Augusztus közepén átadtuk a Kölcsey utcai merüleges parkolókat, 31 új parkolóval láttuk el Máté Szalkát. Most második ütemben zajlik itt a parkolófelújítás, útépítés és a térkővel történő járdák lerakása, diszburkolattal való ellátása itt a térnek, kb. 150 négyzetméternyi területet diszburkolattal raktunk le, egy 280-300 négyzetméternyi járda lerakása is történik, és itt az önkormányzat olyan módon is kapcsolódott be ebbe a történetbe, hogy ha már elkezdtük ezeket a felújítási munkákat és karbantartási munkákat, akkor természetesen a csapadék vízelvezető rendszernek a korszerűsítését is elvégeztük, és hogy a teret teljes mértékben be tudjuk zárni a városházáig, ezért úgy gondoltuk, hogy az Alapfokú Művészeti Iskola sarkától egészen a városházáig egy 100 méteres szakaszon a diszburkolatot is átépítjük, illetve kijavítjuk, karbantartjuk. A beruházás harmadik ütemében a Táncsics utca is megújult. A fejlesztések a Start közmunkaprogram és az önkormányzat saját erejéből valósultak meg, összesen mintegy 40 millió forintos összköltséggel. Azzal, hogy most parkolókat bővítettük, mi is úgy gondoltuk, hogy talán a parkolási nehézségek azokon a belvárosi útszakaszokon megoldódnak, ahol közvetlenül szolgáltatók, boltok, bevásárlóközpontok vannak. Azonban ez nem így történt, nem minden esetben történt így. Így aztán az ott lakók, illetve az ott szolgáltatás biztosítók szorgalmazzák azt, hogy fizetősé tegyük ezeket a belvárosi útszakaszokat. Azonban, hogyha azt vizsgáljuk, hogy az összváros lakók igényeit is figyelembe kell vegyük, ezért ez egy nagyon kardélen táncoló kérdés, hogy hogyan is döntsön az önkormányzat. Az alpolgármester elmondta, felmerült ugyanaz automata parkoló órák felszerelése, ám ezeknek nagyon magas az üzemeltetési költsége. Hozzátette, egyelőre nem kell tartani attól, hogy fizetőssé válna a parkolás a városban. A Szovjetunióba kényszermunkára elhurcolt mintegy 800 ezer magyarra emlékeztek az elhurcoltak emléknapján Nyíregyházán. A részletekről hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. 24-16-os hazai győzelemmel zárult Nyíregyházán a Magyarország-Lettország férfi kézilabda Európa-bajnoki selejtező. A mérkőzés előtt kihelyezett elnökségi ülést tartott a Magyar Kézilabda Szövetség. Második lett csoportjában, így nem jutott ki a franciaországi Európa-bajnokságra a magyar amatőr labdarúgó válogatott. A kizárólag Szabolcs-Szatmár beregmegyei futballistákból álló Gerlicki Máté által irányított együttes két győzelemmel és egy vereséggel zárta a selejtező tornát, amelyről Horvátország jutott a fináléba. A Szovjetunióba kényszermunkára elhurcolt mintegy 800 ezer magyarra emlékeztek az elhurcoltak emléknapján szerdán a nyíregyházi északi temetőben. Egykori foglyok családtagjai, a megyeszékhely és a megyek képviselői koszorúzással és gyertyagyújtással emlékeztek a Málenki robotra elvitt foglyokra, akik közül sokan már nem tértek haza. Ha én zászló volnék, sohasem lobognék. Bródy János örökérvényű szerzeménye is elhangzott az elhurcoltak emlékét őrző emlékhelynél. 1944 őszétől több mint 800 ezer magyart hurcoltak el több éves kényszermunkára hadifogolyként vagy internáltként a Szovjetunióba. Közülük sokakat a II. Világháború után is 5-25 évre száműztek a gulág rabtelepeire. Az országgyűlés 2012-ben nyilvánította november 25-ét a Szovjetunióba elhurcolt magyar politikai rabok és kényszermunkások emléknapjává. 1953-ban ezen a napon 1500 politikai elítélt érkezhetett haza a Szovjetunióból.
Az emlékezések, a fülhajtások, az emléknapok segítenek abban, hogy felderítsük azokat a borzalmakat, amik a 20. század történelmi vérzivataros időszakaiban jellemzőek voltak Európára. Kötelességünk a fülhajtás, kötelességünk az emlékezés, hogy emberségből és tisztességből példát mutassunk. A Vörös Hadsereg 1944. decemberében kiadott napi parancsára gyűjtötték össze a férfiakat 17-től 45 éves korig, és a nőket 18-tól 30 éves korig. Édesapámat vitték el, én akkor 7 éves kislány voltam, első osztályba mentem, és csoportosan nem innen Nyíregyházáról, hanem Nagylónyáról, Bereg megyei kisközség, és ott 175 embert beállítottak szépen sorba. Én a hídról néztem, az Árok hídjáról, hogy vonulnak el előttem. Dobtáros orosz katonák kísérték két oldalt őket, elől, hátul, úgy mentek, mint akik rabok. Pedig nem olyan szándékkal mentek, hogy rossz szándék vezette volna őket, mert szívesen mentek, azt mondták ezek az emberek, hogy nehéz fizikai munkát végzünk, kibírjuk ezt a 3 napot, és szívesen csináljuk. Az elhurcoltak számára gyorsan nyilvánvalóvá vált, hogy munkájukra nem 3 napig, és nem elsősorban a romeltakarításban számítanak, hanem kemény kényszermunkát kell végezniük valamelyik szovjet iparvidéken lévő bányában vagy építkezésen. Elvették tőlük a jó ruhát, amiben mentek, csizmát, meleg ruhát, és rongyokba öltöztették, természetesen megfáztak. Az édesapám fiatal ember, munkabíró ember volt, és meghalt következő év, 45. április 4-ével lett voltán nyilvánítva. Úgyhogy én pedig itt maradtam a nagyszülőkkel, és ha jó Isten nem adott volna nekik erőt, hogy felneveljenek és gondoskodjanak rólam, most nem lennék itt. Az elhurcoltak közül 200 000 soha nem tértek haza a Szovjetunióból. '24-16-os hazai győzelemmel zárult Nyíregyházán a Magyarország-Lettország férfi kézilabda Európa-bajnoki selejtező. A mérkőzés előtt kihelyezett elnökségi ülést tartott a Magyar Kézilabda Szövetség. A tanácskozáson szó esett a sportág fejlesztési program Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei vonatkozásairól is. Az Európa-bajnoki selejtező előtt Nyíregyházán tartotta kihelyezett elnökségi ülését a Magyar Kézilabda Szövetség. A legutóbbi olimpián Rióban sem a női, sem a férfi válogatott nem volt ott, így az elindított sportágfejlesztési program egyik célja az, hogy Tokióban már a kézilabdázók is képviseljék a magyar színeket. Nagyon sok fronton kezdett el dolgozni a Kézilabda Szövetség, ez elindul az utánpótlástól, akár az iskolai testnevelésen keresztül, tényleg nagyon sok olyan dolgot kezdeményez a csarnok felújításokon, illetve új munkacsarnokok évén, de ez is itt sorolhatnám még szerencsére sokáig azokat a programokat, fejlesztéseket, amiket tervezünk, és hát nyilvánvalóan nem elfelejtve az élsportot is, ugye, ami a legvége ennek az egész folyamatnak, és ami azt eredményezheti majd, hogyha ezek az elképzeléseknek megfelelően a programok megvalósulnak, akkor lehetőségünk lesz arra, hogy akár egy vagy talán szerencsés esetben mind a két csapatunkkal kijuthassunk a következő olimpiára. Az elnökségi ülésen a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kézilabda Szövetség képviselői is beszámoltak a sportág fejlesztése érdekében végzett munkájukról. Nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk, hiszen Szabolcs-Szatmár-Bereg megye az egyik olyan megye, amelyre lényegében példaként tekintenek a Magyar Kézilabda Szövetségnél is. Olyan programokat valósítunk meg, illetve olyan, nyugodtan mondhatom, hogy novumaink vannak, kiemelném itt majd például a Jump programot, ami a játékvesztők képzését célozza meg, illetve a fiatal játékvesztőnek a mentorálását, amelyek azt hiszem, hogy az országban egyedülállóak. És azért megemlíthetünk még itt olyan rendezvényeket, mint például a korábban megrendezett Junior Kupa, vagy a Szabolcs Kupa, ami utánpótlás torna, amely azt hiszem, hogy szintén egyedülálló. Az EB-selejtező előtti felvezető mérkőzésen a magyar B válogatott 28-24-re legyőzte Norvégia B csapatát, a főmeccsen pedig Magyarország 24-16-ra győzött Lettország ellen.
Második lett csoportjában, így nem jutott ki a franciaországi Európa-bajnokságra a magyar amatőr labdarúgó válogatott. A kizárólag Szabolcs-Szatmár Bereg megyei futballistákból álló Gerlicki Máté által irányított együttes két győzelemmel és egy vereséggel zárta a selejtező tornát, amelyről Horvátország jutott a fináléba. Az elmúlt héten Kisvárdán, illetve Nyíregyházán három mérkőzés játszott az amatőr Európa-bajnokság selejtező csoportkörében a magyar válogatott. A Gerlicki Máté által irányított együttes az első meccsen 4-0-ás vereséget szenvedett Horvátországtól, majd a folytatásban 6-0-ra verte Azerbajdzsánt és 2-0-ra legyőzte Finnországot. A csoport élén a horvátok végeztek, kijutva a kontinens tornára, a magyar csapat pedig a második helyen zárt. Úgy kezdtük a tornát, ahogy nem kellett volna, de ha mindent egybevetünk és megnézzük azt, hogy sikerült felkészülni erre a tornára, illetve hogy nem sikerült felkészülni, akkor az teljesen jogos volt ez a vereség. Hogyha fordítva lett volna a sorsolásunk, és az első két meccs az Azerbajdzsán és a Finnország ellen lett volna, a harmadik egy kiki meccs lehetett volna a horvátok ellen, akkor én úgy gondolom, hogy maximális esélyünk lett volna a továbbjutásra is. Hát így sajnos az első meccsel már elment, annak az esélye, hogy kijussunk az EB-re. A másik két meccsen nagyon szépen fejlődött a csapat, és a harmadik mérkőzésre a finnek ellen már azt láttuk, amit szerettünk volna az első perctől kezdve. A szövetségi edző elmondása szerint a szakmai stáb és a játékosok számára is felejthetetlen élményt jelentett a három mérkőzés. Ez fantasztikus volt, ez csodálatos volt. Elég azt elmondani, hogy itt ugye nem lehet himnuszokat lejátszani, mert nem hivatalos válogatottokról van szó, és címeresmez nem lehet a srácokon, de minden mérkőzés előtt együtt elénekeltük bent az öltözőben a himnuszt. Hát azokat az arcokat és szemeket látni kellett volna, úgyhogy mindenki nagyon maximálisan átérezte, hogy itt most Magyarországot képviseli. Gerlicki Máté a selejtező tornával befejezte munkáját az amatőr válogatott mellett, a jövőben csak az NB3-as Tiszaújváros edzőjeként dolgozik a szakember. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Térfigyelő kamerákat telepít, és a Perényi Tanyán lévő közösségi ház részére háztartási eszközöket szerez be a Vásárosnaményi Önkormányzat pályázati forrásból, ugyanis több címen közel 5,2 millió forintot nyert az idei tanyafejlesztési programban. Az országos keretösszeg 730 millió forint volt, amelyből 200 milliót tanyagazdaságok eszközbeszerzésére írtak ki. Megelőzés, ellátás és visszavezetés a társadalomba, ez a három célja a magyar kormány hajléktalanügyi politikájának, közölte a szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár. November 1-én kezdődött a fedél nélküliek téli ellátása. Az országban idén 1500-zal több férőhelyet biztosítanak számukra. A krízis időszakban naponta 200 adag ebédet is kioszt az Oltalom Szeretett Szolgálat Nyíregyházán. November 15-ig lehet jelentkezni keresztféléves képzésekre. Térségünkben két felsőoktatási intézmény van, a Debreceni Egyetem egészségügyi kara, amely nem hirdetett februárban induló képzést, a Nyíregyházi Egyetemnél pedig csak egy önköltséges alapszakra lehet jelentkezni. Az intézmény az egyik legkedveltebb szakot, a gazdálkodási és menedzsmentet hirdeti. A felvételizők most is online, azaz e-felvételin keresztül nyújthatják be jelentkezéseiket. A Kölcsei Televízió híradóját látták november 3-án csütörtökön. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk Önöket. Műsorainkért és további hírekért addig is bemgészszék honlapunkat. Én köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap változóan felhős időre számíthatunk. Péntek estig a Kárpát-medence fölé szárazabb, eleinte egyre hidegebb, majd enyhébb léghullámok érkeznek. Éjjel változóan felhős idő várható, éjszaka sokfelé párássá válik a levegő, köd is képződhet. Estig egy-egy zápor előfordulhat. Az északnyugati szél helyenként megélénkül, majd mérsékelt, változó irányú szél lesz a jellemző. Reggelre általában mínusz 3 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben változóan felhős időre számíthatunk, a felhők zöme fátyol felhőzet lesz, csapadék nem valószínű.
Többnyire mérsékelt marad a légmozgás, délutánra 7 fokig emelkedik a hőmérséklet, hideg fronti hatás van térségünkben. A hétvégétől egy ciklonrendszer alakítja a Kárpát-medence időjárását, szombat délutántól hétfő délelőttig sokfelé és több ízben is elered az eső-zápor eső. Helyenként jelentős mennyiségű csapadék hullhat. Hétfő délutántól kedd délelőttig átmenetileg szárazabb levegő áramlik térségünk fölé, majd egy újabb légörvény hatására a hét közepén sok helyütt várható eső, főleg a nyugati országrészben havas eső, a hegyekben hó is valószínű. Vasárnaptól a jövő hét közepéig átmenetileg megszűnnek az éjszakai fagyok.